A fiatal férfi elsősorban műszaki cikkeket, számítógépes játékokat, valamint ruhaneműket és cipőket kínált eladásra úgy, hogy valójában ezekkel a termékekkel nem rendelkezett. A sértettek a vételárat, a szállítási költséget, illetve az előleget a vádlott által megadott számlaszámra előre utalták. De előfordult, hogy saját maga számára választott ki eladásra meghirdetett műszaki cikkeket különféle oldalakról, melyek vételárát az általa hirdetett termékekre jelentkező sértettekkel fizettette ki, ilyenkor a magának kiválasztott termék eladójának a számlaszámát adta meg a saját számlaszámaként, így a valótlanul meghirdetett termék vételárát arra utalták a megkárosítottak. A dr. Andódi Lászlóné képviselte a vádat az ügyészség részéről, a kirendelt védelmet pedig dr. Blatt Pál képviselte. Előbbi hivatkozva a 80 oldalas vádiratra, mely 133 rendbeli csalást tartalmaz, elmondta, hogy a jelenleg más ügyben jogerős szabadságvesztését töltő visszaeső vádlott beismerő vallomása enyhítő körülménynek számít, illetve a hatóságokkal való együttműködése is, melyben mindkét fél egyetértett. Az ismert tényállás alapján hozott ítéletet a bíróság. Bűnös 133 rendbeli csalás vétségében. Ezért a bíróság halmazati büntetésű 2 év szabadságvesztésre és 3 év közügyek gyakorlásától eltiltásra ítéli. A szabadságvesztés végrehajtási fokozata fogház. A bíróság megállapítja, hogy vádlott a büntetés 2/3 részének a kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. A bíróság a vádlottal szemben 537.555 forint erejéig vagyonelkobzást rendel el. Az elkövető nem járult hozzá, hogy róla hang, illetve képi felvételt készítsünk.